Móricz Zsigmond, Barbárok. A kiskutya Poli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni. Mia! Szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. Városi félék? Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. Puszta Béli? A kutya ugatni kezdett. Akkor mi bajod? A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közlekednek, és mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A Puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, amikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A Poli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a Puli nem hagyta abba. Az úgy visított, mintha késelmet élték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevény kutyákkal, egybeverekedtek, egybekeveredtek, s a földön mardogsták egymást. Az egyik juhász a szamáról rájuk bőgött, a botját is felemelt, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket. De aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé. Hé! Ne te hé! A juhász felkönyökölt, és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát. Iszkite! Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett. Adjon Isten! Fogadj Isten! Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem volt. Hát nem nagyon érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Hát miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahová csak szegődés engedi, na, de hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szállj le te is! Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egyáltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamaráról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szemben egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három. Olyan juhász, aki egész esztendőt kintöltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég, semmi más, mert az égen csak kerengtek a felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa bósult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele, a juhász fia. Olyan 12 esztendős sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek. Meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász az napokat el tud hallgatni. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak. Hát az asszony, mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt, szeplős, nagy kemény ember, kékszemű és verhenyes bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult,
Az kisebb ember volt, tömbeorrú, vizslató szemű, szíjta pipáját, oda nézett, de nem szólt. Itt volt. Mikor? Van egy hete. Mikor gyűn megint? Majd együn. Van eleség? Van valami. Elég lesz 2 hétre? 10 napra. 10 napra? Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, hogy mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólni, meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a 3 embert, az se tudta, kik ezek, s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát nem sült ki. De csak feküdt a 3 ember, és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mint anyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban, a muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadásztak. Hallod? No, van-e neked szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkor, ki van verve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni? Eladni? Nem eladó. Nem? Nem. Mi nem? Hát csak nem. Magamnak csinálta. Magadnak? Magamnak, meg a fiamnak. Meg a fiadnak? Annak. 2 többnek? Hát. Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett. Olyan hirtelen lett sötét, mintha elfújták volna a gyertyát. Hát nem adod el? Mondtam. Erre a nagyobbik juhász vette a botját, csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant, lesett, mint a komondor, de résem volt. Ez az utolsó szabad? De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik 2 meg rá. 1-2 csattantak a botok, elébb a 2 bot, az 1 boton, aztán az 1 bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyűjtetek? Nem szólhatott többet. A 2 vadember ráhajtott, és 1 perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, és még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, csak nézte. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott. Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember. A fiú állott. Veszed le rögtön! A gyerek halálsápadtan, és az embereket szemmel tartva odament az apjához, és annak a derekáról leoldotta a szíjat. Add ide! A gyerek a szíjat felemelte, és nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és a fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abban a percben leesett, és kiadta a lelkét. A 4 kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A 2 komondor nekiesett a másik 2-nek, storkon kapta egymást, és hemperget, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, és a lábába harapott. Az a botjával vertes, rúgta, még agyon nem csaphatta. A 4 komondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészítették egymást. A 2 ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek, és mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász. Kaparjatok! A 2 kutya hozzáfogott kaparni. Gödrött. De lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette,
de az ember mégis nagy volt. Ott a szí! Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a hold feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat. A 300 juh elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna étszakázni. Nem értették, hogy miért kell édömorra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, hát csak mentek. Utánuk balladogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt mellettük. 10 nap múlva egy magas fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már harmadnapja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maganyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát, annak a táján szokott, ugye, volt az ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt ott felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett, de még a nyány nyomát sem lelte. Nem találta a friss csapást, az apró, fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes, eső is volt, vihar már régen elmosta. Hát meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, és nem bírta ésszel felérni, hová lett az ura, az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt nap kelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s hidegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, sajmát. Csak délére tüzelt, vagy estére. Csak tarhonyát, vagy lebbencslevest. Azt is a gyerek miatt, ugye? Nagy veszett kutyák rondottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön. Juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyát aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek! Állított be a tűzhöz. Nagy veres juhászgazda volt ott, 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal? Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával? 300-zal, igen. Az, éppen az, bodri juhász. Az a neve nekie. No, üljön leken, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit legugolt úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát én nem tudom, merre ment az ura. Elment napnyugtára. Ugye, hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy, dén, úgy Dunántúrra ere. Dunántúrra? 12 napja, vagy 13. Erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki. Mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki. Fogdmegekkel. Törvénnyel. Ha sosem mondta. Éppen ma 2 hete volt, amit nála. Hát nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt mondta volna. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyébként. Ettem.
Egyék csak, mintha magáét tenné. Nem szánom én kentül. De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abban jó hús volt, kásával. Jól élnek ezek így reggelire. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is, csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, akkor nem lesz neki többet se birkája, se juha. Még arra is emlékszem, mondta veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve. Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig a derekán viselte. Kértem tőle, adja ide, nem adta. Nem, nem. Azt nem adta volna senkinek az égvilágot. Ígértem neki mindent, meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram, riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta. Akkor mondta, hogy el kell neki menni. Mondott engem? Nem, csak kérdeztem, nem felel. Egy szót se. Annyit mondott, hogy volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete, így mondta. Vagy egy hete, úgy mondta? Úgy. De hát akkor csak egy hete, hogy itt jár. Csak egy hete volna? Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták. Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt. Hon voltak? Ki erre, ki arra? Ólyak? Ólyak? Nem ólyak, nem voltak velem. Mégis akkor minek gyűjt? Hát csak együtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott, valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott. Akkor ő volt, mondta az asszony. Száros szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott? Jelt minek? Nem volt olyan adó. Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele? Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak anyájjal. Igen. Két komondora is volt, meg egy pulia. Úgy, ja, úgy. Hát várja meg, hát talán vissza gyűnőszre. Majd utána még. Hát csak menjen ked. Itt is elmaradhat, vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot. Dunántúlra mondta. Dunántúlra. Hát akkor elmegyek. Utána a Dunántúlra. Csak mindig napszállat felé. Jó, majd megkérdezem. Evel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána, ettek itt a bort a csobolyóból, aztán felkeltek, és a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, hogy a fekete asszony vászon fehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak elment, amíg ment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment, míg el nem érte a Dunát. Ment, amerre hallotta, hogy a juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden fődet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, nem láttak-e ilyen, meg egy ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat, az ereszbe dugott kulccsal, és eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai csibéje megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő oda járt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia. Az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki. Gyere, Puli,
Keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára, vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahogy tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára, megint letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elessége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, s kiment ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok, de ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony, hol vetted, puli? A kutya elvezette. Egy kicsi sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vikorcsolva, kapart, aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, nem sokára ott volt előtte. Az ura, megrohadva, megundokodva, a nyakán volt a rézveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek a hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel, csak egy botütés, és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot. Kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán, akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hum, van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly errefelé legelt. Szögödébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok. Elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögödébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekéren lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak, levették a szíjat a hót juhászról, s vissza Szögödébe. A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereg, lopás, gyilkosság igazolódott, már megérett a kötél. Mikor azt mondja a vizsgáló bíró. Hát a bodri juhász! A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász? Az! Úgy hívták, még élt. Míg élt? Míg élt. Addig bodri juhász volt a neve. Hát az hova lőtt? Nem ismerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a Csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazók, amíg elment a Dunántúrra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúrra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen, hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra, vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát azt is Ken nyugtatta el? Én, uram. Fiával egybe? Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még azt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram, semmit se tett. Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kent a csűri csárdában, hogy a bodri juhász is ott legeltetett, ahol nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól, hát kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért?
Nem miatta szóltam juhásznak, ott szabad legeltetni, ahova, hát ahova szegődése van. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs? A juhának meg kell lennie. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt, ha volt. Volt! Volt, övé volt! Vagy uraságé volt? Ő tudná megmondani, magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Láttam, mellettem legeltetett, nem volt beszélő ember, hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Hát, mikor kentek agyonverték a bottal. Ütlet is meg a fiát is. Fia is volt? Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejszére. Úgy, fejbe vágta, kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani, én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával. Ha nem beszélt vele, akkor nem beszélhetett. Mert mondta, hogy hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb? Nem mindegy? Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát is elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram, nem voltam kíváncsi a másére. Pedig szép birka volt. 300! Derék ember volt a bodrijuhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges, nem tudok felőle. Ott van a birka, még most is a nyájjal. Mi? Ott van, vagy eladta? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja, Kend! Nem gyermek, aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az, Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodrijuhász szennyezze be a lelkét Kendnek? Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbeütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett, és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram. Lóduljon, Kend, pimasz! Nem apa... Nem is akarom többet Kendet látni. A juhász megingott. Ki? Ki a szemem elől? Nyálj a juhász, Kend! Csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége. Ami nem az enyém, nem vehetem magamra. Mars! A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, csak kezét rá akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez érni. Nem tudott megmoccanni sem. Csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a széj, rézzel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égett a szeme. Mink öltük meg a bodrijuhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Ebben meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek! Adjatok neki 25 botot! A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtó. Köszönöm, Alásson!
A bíró utána nézett, s eltűnődött. Barbáros!